Sorok kígyóznak a Questor egyik irodája előtt 2015 tavaszán, miután kiderült, a cég 150 milliárd forint értékben bocsátott ki fiktív kötvényeket. Ekkor döntötte el a kormány, ellenőriztetni fogja a pénzintézetek informatikai rendszerét, hogy ne lehessen meghamisítani az adatokat. Az ehhez szükséges szabályozás most arra készült el. A Magyar Nemzet írta meg, hogy az MNB nyilvánosságra hozta azt is, mely cégek végezhetnek ilyen ellenőrzést. Ez az a lista. Rövid, mindössze egy cég, a Hangard Kft. Szerepel rajta. A piaci felügyeletet ellátó Nemzeti Bank szerint jelenleg is zajlik egy másik cég engedélyeztetése, és remélik, hogy januárig lesznek még mások is, akik megkapják a tanúsítványt. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a tanúsításokat évente meg kell majd újítani. Tehát ez egy folyamatos feladatot és egy folyamatos szerepet jelent majd ezeknek a tanúsító cégeknek. A Hangár neve nem először merül fel hasonló ügyben. Több tucat közműcég pénzügyi vizsgálatát is végzi. Ezeket 2014-ben írta elő a kormány, és a pénzügyi szektorhoz hasonlóan itt is évente meg kell újítani a tanúsítványt. A híradó több céget is megkérdezett, hogy mennyiért szerződtek a Hangárdal. A válaszokból kiderült, egy-egy tanúsítvány 10 millió forint feletti összegbe került, az éves felügyeleti díj pedig szintén több millió forint. A Hangárnak 2011-ben még csak 50 millió forint volt a bevétele, tavaly viszont már majdnem másfél milliárd, a nyereségük pedig 781 millió forint volt. Az együtt közleményt adott ki, ebben az áll, a kormány szándékosan hozza helyzetbe a Hangárdot, amelynek tulajdonosai Rogán Antallal közösen jegyeznek egy informatikai szabadalmat. Sem a közműszektorban, sem immár a teljes pénzügyi szektorba beleértve az összes biztosítót is nincs szükség ilyen módon odaadott auditálási jogra. Ez elfogadhatatlan, ez kizárólag pénz kipumpálásról szól, amelynek az árát a fogyasztók fogják megfizetni. A Jobbik szerint a Fidesz személyre szabott jogalkotással hoz helyzetbe cégeket, és ezt elfogadhatatlannak tartják. A Hangárnál nyilatkozni nem akartak, de írásban azt közölték, remélik, hogy más cégek is jelentkeznek a feladatra.